mindenkinek, illetve a győzelem kapuja üdvözöl mindenkit, ahol már egészen régen ácsorogtam. Ez egy paladin pakli, amiben nincsen consecration. Ennek ellenére sikerült szépen messzire elvinnem, és ennek egyik oka a három shield immunity bot, tehát egészen konzisztens első köreink vannak. Azt hiszem egy meccs volt, ahol nem volt a kezdőkezdeményben shield immunity bot, és ott is behúztam a második körre, de azért van egy Abusive Sergeant és egy Leopard Gnome is, hogyha kell valami még korábbra, vagy valamit ugye trédelni kéne, egy Argent Lance, egy Amani Berserk, egy Echoing Ooze, ami nem túl jó választás, egy lap van a pakliban, ami hasznos vele, az a Blessing of Kings, de egy meccset ez a kombó nyert nekem, úgyhogy már meg is érte. Két Puddle Stomper, amire hát most ne hazudjuk azt, hogy az egy szem Murloc Knight-tól szinergisztikus, de végül is, de a három Shielded Minimum, egy Dancing Swords, ami egy elég durván negatív deflatolja van, de legalább szép nagy, egy Harvest Golem, egy Imp Master, ami egész jól tud működni a két Darkhand Dwarf-val, az Abusive Sergeant-tal és a Blessing of Kings-el, egy Jungle Panther, egy Raging Gorgon, az említett Blessing of Kings, egy Armored Warhorse, ami hát nos szar, két Darkhand Dwarf, egy Evil Heckler, ami csúnyákat mond az ellenfélre, Mechanikus Yeti, egy Murloc Knight, egy Sludge Belcher, egy Kodó, ugye a gondolkodó emberek kedvenc lapja, egy Argent Commander, egy Draconid Crusher, két Master Jouster, mert ebből alapból egy is sok, és ugye a két Master Jouster után egy Capture Jormungar, és a végére egy North Sea Kraken. Szóval ez a pakli semmi extra, az iszonyatos konzisztenciát leszámítva, de ez elég volt az, hogy szépen elsétáljunk 11-ig. A nagy kérdés az, hogy ez a 11 lesz a most esetleg 12? Ilyen van, bízom, hogy igen. És pillanatokon belül megtudjuk az igazságot, és valamiért, mint a múltkori videón, most is itt felejtettem ezt az 5-2 feliratot. Ups. De legalább most volt elég eszem, hogy levegyük. Na szóval, akkor jön a teljesen indokolatlan menőzene. Most az XCOM-ból, illetve KexCOM-ból. Ha már ugye KexCOM-ban és közeleg az XCOM 2, jónak tűnik ki, amit látok bele. Paladin vs. Paladin. Szóval neki valószínűleg lesz Master for Battle-ja és Consecration-ja. Rendkívül jó. Szerintem megtartom a Raging Gorgont. Lehet, hogy butaság, ez majd kiderül. Nem meglepő módon megint megvan a konzisztens kezdésünk. A nagy kérdés most az, hogy elhasználja az érmét, vagy csak kidobja a Leopard-ot. Igazából az érme jól jöhet később, úgyhogy... Más kérdés viszont... Mindenképp Leopard-ot. Arra gondoltam, hogy ha nem rak ki semmit, esetleg érdemes lehet elgondolkodni egy Coin Amanin, egy Noble Sacrifice ellen, de A, ez rengeteg féle secret lehet, B, ha esetleg Repentance, akkor erre jó. De egyébként sem érte volna, hogy a Coin Amanin Berserk, a Coin emberke. Mindenképpen trédelünk, ha Redemption aktiválja ezt, ha Evention nagyon könnyű aktiválni. A Noble Sacrifice teljesen mindegy, mit csinálunk. Harmadik kör. Azt a Shield Immunity volt meg mindig jó, mint bármi más. Utána a Raging Gorgon, aztán meglátjuk. Vagy Coin faszkodás, az meg kiderül. Nagyon valószínűnek érzem a Master for Battle közelettét, amit a Raging Gorgon egész jó lesz. Top decki Gilblind Stalker volt a legjobb opció, amivel élni tudott. Tehát élek a gyanúk, mert ezen lapok egyike sem... Ugye ezen lapok egyike sem hárommanás. Vagy akár csak kettő. Egy Hammer of Wrath vagy egy True Silver elég rossz lenne most a True Silver. Gondolkodtam a Coin Puddle Stomper-ra a Marine, de az meg a Consecration ellen lett volna iszonyatosan rossz. Igazából most érted, melyik nagyon jó Paladin Common lapot próbálod megúszni. Egyiket sem egyértelmű. A Marine mindenképpen jobb, mint a Puddle Stomper, mert nem lehet ezzel csak úgy megölni. Ezért is örültem meg annak, hogy behúztuk a Shield Immunity botot. Lehet szükségünk lesz arra, hogy megnyerjük ezt a chance-ot az Armored Warhorse-szal. Micro Machine. Jó, az csak egy D3-as 3-ért. Nem tud mindent letakarítani, ami jó hír. Armored Warhorse plusz Abusive Sergeant. Coin Master Jouster. Így is úgy is kéne nyernünk egy Jouster-t. Ha megnyeri a Jailstot, nagyon jók vagyunk. Ha nem, akkor még mindig tudom Coin Puddle Stomper-ozni. Na... Egyébként ugye...
Abuse is Sergeant plusz miniboss megölte volna őt, ő megölte volna a mini... a Micro Machine-t, és szép lett volna az élet. Így az élet egy picikét csúnyább. Meglátjuk, mindjárt mennyivel. Na teljesen trailer, akkor annyira nem csúnya. Ó, oh, de így csúnya. Szerencsére ez egy Seal of Champions és nem egy Blessing of Kings. Így oh, kettő lapot használt el kettőért, az a semmi probléma nincs. Amin én most gondolkodom, hogy lassan lehet el kéne kezdeni value dolgokkal foglalkozni, és a Master Jaster helyett Evil Hackler plusz emberkét használni. Ez azért is jobb, mert amennyiben a Huge Toad Deflatolja nem öli őt meg, nem öli meg az emberkét, vagy jó esetben bármelyiket se, akkor az Abusive Sergeant segítségével a Silver Hammer plusz hasznos lehet. Pilot It Sky Go. Na és akkor, ó, nem támad, nem érdekes, én azt hittem támadni fog. Hát akkor ez most viszáj. Ez meg neki most egy kicsit szomorú. Jó. Kap is ezt a viccai. És akkor most jöjjön a Master Jaster, aki nem nyer. Szíp-szíp. Aki sokkal elmebetegebb kezdése lehetett volna annál, mint amilyen jutott neki. Én ennek örülök. Emberke. Plusz. Egy nagyon szar trail. Az eltalálta az ígéretesebb célfontot, és most sem hat man ellen nem csinál semmit, ez engem egy kicsit megijeszt. Most vagy mind három napja 6 manánál több, amikor nem értem miért csak egy emberkét csinált, vagy ilyen nagyon szituatív fasságok, mint egy, nem tudok, Equality Consecration. Abban bízom, ez elég lesz egy Equality Consecration-re, és nem kell még a Harvest Golemet is beáldozni. Én nagyon valószínűleg érzem, hogy két nap az. Ugye 8-at tudunk sebezni. Mountain Giant. Na, nagyon izgalmas kérdés. Egy pillanattal ezelőtt igaz volt, hogy ezt ignoráljuk és pofára menjünk el. Így nem. Mindenképpen trédek. Következetesen gyártsuk az emberkéket. Ez ingyen value. Nagyon valószínűleg érzem, hogy jön egy consecration, de hát az voltak épp két lapot öl meg, azt is félig. Plusz némi hero power, extra fasságot. Ha a consecration lapok terén jobban, akkor no machine mentor, az nem consecration, és ez jó. Lehet itt lesz az ide ezeket az egy-egyeseket felhasználni valamire. Anubis of Sentinel, nagyszerű. Ez a baj ezzel a lappal, hogy én határozom meg, hogyan trédelek, és én természetesen úgy fogok trédelni, hogy a Deflator ne érjen semmit. Master Jaster szép, nagy, újabb emberke. Oh. Little Exorcist. Ez nem a legjobb lap. A Paladin szerencsére nem Mage, tehát ez a Divine Shield-re számít. Mind Control Tech remélhetőleg nem fog minket megszivatni, remélhetőleg nincs nála, remélhetőleg nincs a pakliában, remélhetőleg nem létezik, remélhetőleg fúj. Ez egy újabb béka. Itt én a békával szembeszállnék, Dancing Source ez egy kicsit aggaszt. Szeretnék neki lapot adni. A lényeg, szeretném azt a Divine Shield-et megőrizni, úgyhogy így lesz 20% esélye, hogy lemarja. Ja. Oké. Okay. Lehetett volna rosszabb is. Ezt a Harvest Golemet, hogy nagyon nem érti, mit tartogatok most és miért. Akarjuk tartogatni tovább ezt a Harvest Golemet, igazából talán nem. Mind Control Tech-je láthatóan nem volt. Equality Consecration meg fog szivatni teljesen, ez a Harvest Golem kint van. És ha nincs, akkor meg annál nagyobb a valószínűség, hogy a következő körben végre pofára mehetek. 4 lapon van kint, vagy 4 millióban van kint, neki 4 lap a kezében.
valaha el kell valakinek magyaráznod, miért jó a tempó Hearthstone-ban, akkor ez szerintem egy jó példa. Ott a Little Exorcist-a most egy kicsit nagyobb, mint amilyen meg lennie kellene, de teljesen mindegy, mert a Divine Shield megeszi reggelire. Beáldozzuk az 1-1-es, hogy ne tudja nagyon jól trade-elni, vagy hogy érted. És nem fogom venni a fáradtságot, hogy én trade-eljek. Ilyen hadsötlés most az esetek legnagyobb részében. És hát kell felejtjük, ő jelen állás szerint ezt nem is tudja megölni. Consecration? Kényszer Consecration? Equality, ott az Equality. Van-e hozzá Consecration? Igen, most inkább ez érdekel, ez egy nagyon szomorú Equality volt. Top deck? Mi az nálad? Frostalom, nem tudom. Na, ha én ezt meg akarom ölni, akkor adnom kell neki egy lapot. Nagy valószínűséggel én 6 a pofán vágom, és ezzel nem... Ó. Oh. Ez egy hasznos top deck volt. Elismerem. Ez egy rendkívül hasznos top deck-nek bizonyít. És így... 19 sebzéssel néz szembe. Két lappal a kézben. Big Game Hunter plus Consecration, az nem az. Divine fejlődik. Jó. Oké. Nagyszerű. Akkor ezzel meg is lenne a 12 győzelem, rendkívül örülök. Lám, nem streamelem az arénát, és egyből milyen jó, amely. Súgy. Érdekes, tehát az, hogy van a három shield egy mini bazard, de igazából baromi sok mindenre elég. Na nézzük, mi van itt. Egy Sylphin Spirit Walker, ez 100 dust. Egy klasszik pak, ami nem dust. 200-hoz 250, 330 arany. Az ennyire nem sok. Még sose kaptam így Legendary-t, amikor így a kis dobozokat nyitom. Elvileg lehet úgy is. Én remélhetőleg majd egyszer eljön ennek is az ideje. Na esetre nézzük, kik lapnak. Itt ha ebben lakik egy Legendary, én azt is teljesen elfogadom. Ó. Oh. Pain of Doom. Azt hiszem abból nem is volt kettő, úgyhogy akkor ez... Ez 400 dust. Igen, nem volt Bane of Doom a második, úgyhogy hurrá. Innen folytatjuk legközelebb.